Mindegyik képviselőcsoport a megfelelő számban képviselteti magát, úgy az ellenzékiek, mind a hatalmi párt tagjai. Mind ahogy mondtam, a VMS két tag, két helyettes elnök helyettest adtam. Amit még itt még hozzá kell tennem, hogy a titkár és a titkár helyettes az új törvény szerint lehet közigazgatási dolgozó, ami az előző törvényben nem volt, és így ezt a két pozícióra a KKT elnöke adta a javaslatot.